Napi szinten több ezer menekült érkezik Ukrajna felől vonattal már Budapestre, és a BRFK-n tájékoztatása szerint a legtöbben egyénileg utaznak tovább rokonokhoz, ismerősökhöz, de sokan kérnek segítséget a szállításban és az elhelyezésben is. A segélyszervezetek mellett önkéntesek és tolmácsok várják a bajba jutottakat. Önkéntesek várták az utolsó éjjeli vonatot hétfőn a nyugati pályaudvaron, amivel Ukrajnából menekülő családok és fiatalok érkeztek a fővárosba. A 7 órakor körülbelül. Ez az anyuka több mint 16 órát utazott Kárpátaljáról. Hát nem örülünk neki, őszinte leszek, mert otthon legjobb. Kisgyerekkel nagyon sokan vannak, és nehezen tudtunk átjutni. Úgyhogy sajnos ez van. Napközben is óránként gördültek be az újabb vonatok tele menekültekkel. Csütörtök óta több ezren érkeztek csak a nyugati pályaudvarra. Volt, aki egy bőröndel és a macskájával indult útnak. Hosszú napunk volt, de az, hogy van lehetőségünk idejönni, nagyon sokat jelent. Jó érzés, hogy ennyi ember próbál segítséget nyújtani egész Európából, mondta az M1-nek ez a kijevi nő. A szeretett szolgálatok étnappal látéve segítenek az érkező embereknek. Ételt, vizet, kávét, teát és gyógyszereket osztanak. De vezeték nélküli internetet és telefonálási lehetőséget is biztosítanak. 20 óra alatt több mint 1200 önkéntes jelentkezett nálunk, úgyhogy rengetegen vannak a különböző pontokon, akik segítik a munkánkat. Ez nagyon fontos, mert a saját stábunk az egy olyan 200 fő, és nagyon el vannak fáradva már. A rendőrség is nagy erőkkel segít, a gyors adminisztrációt követően buszokhoz kísérik, majd ideiglenes szállásokra viszik a menekülteket. Elszállításuk és elszállásolásuk érdekében a rendőrség együttműködik a BKK-val, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságával, a Katasztrófa Védelemmel, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal, a MÁV-val, valamint a segélyszervezetekkel is. Országszerte egyre több iskola, melegedő, panzió és szálloda fogadja a bajba jutottakat. A körszállóként is ismert 12. kerületi szálloda például 50 szobát ajánlott fel, akár több hónapra is. Jelen pillanatban 26 szobányi vendég lakik nálunk, ez kb. 56-57 főt jelent. Pár kisgyermekes család is érkezett, és szintúgy vagy tovább akarnak menni, vagy haza akarnak menni, ezt még nem döntötték el. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság is részt vesz a menekültek megsegítésében. A határ mentén kialakított gyűjtőpontokon ellenőrzik és regisztrálják az embereket. Az idegenrendészet közölte, hogy a háború kezdete óta 313 úgynevezett menedékesként elismerés iránti kérelmet regisztráltak.